Jaj, de szeretünk, Vlad! Mennyi történt te? Minden kell! Minden! Minden! Cold Commando, azaz M4. De vajon miért fel ennyi? Noct? Noit Laya Laya What? What Tuesday? Tuesday. What What? Laya Laya. Igen, valahogy így a Quilla zsírság. Én nem nézek oda, hagyjál! Azt mondtam, hogy a ma este... Azt mondtam, hogy ma este kemény lesz. Most esett le. Nem, meghalok. El kell adjam azt a pökét. Telefonálni voltál? Sok ember. Jani, őszintén, tehát az üzleti modell, amit mi folytatunk alapvetően, illetve ami közönséggel van egy kapcsolatunk, ugye vannak műsoraink ilyesmi. Aztán meg kellene mondani, hogy azok, akik szeretnének belülünk úgymond profitálni, hogy szeretnék a közönségünket használni arra, hogy azáltal bármilyen dolgot értékesítsenek, legyen az termék, gondolat vagy hitvallás. El kellene mondani nekik, hogy addig nem tudjuk csinálni a dolgot, amíg azt kérdezik, hogy mikor csináljuk. Ez így van, a retkes kibaszott telefonon. Érted? Tehát kérdezem én, PR osztályon, vagy marketing osztályon, mekkora sötét lyuknak kell lenni ahhoz, hogy végig gondolt, hogy ha 40 percig beszélek jönni a telefonon, akkor közben csak telefonon. Érted? Zaj! Gecc. Harry Pottert néztél? Mit csinálsz itt? Mi van? Mit jössz itt a PS-sel meg a Nintendo-val? Mi az, hogy nem nézted a Gyűrűk Urát, és a Harry Pottert nézted? Az egyik a legfantasztikusabb fantasy hős történet a világon, a másik meg egy fapálcás buzi. Mi van? Nincsen szürke f... Morgos Luka, közös srácok, a fél évet kapa. Mi köszönjük, haver, köszi, prezidenggel, mivel jár a győzelem? Kaptatok egy szigetet a Bahamákon? Ajánlom, hogy igen. Na igen, ez volt a másik dolog, amit egy csomó pöcskinsz kérdezett, itt most nem rá gondolok, prezidenggel. Mindenki kérdezte, az mit kaptál a díjjal, bazd meg? Azt az üveg ízét, amit láttatok. Ennyi. Tehát nem tudom, hogy miért gondolta bárki is, hogy ezzel még jár egy autó, egy hajó és egy repülő. Nem. Az az üveg izé! Nyilván várjuk mi is a trónok harcának az új évben, hát nem úgy, mint a Walking Dead-ét. Hát, amúgy én már nem tudom eldönteni. Már mire gondolsz? Egyik se jó. A trónok harca? Egyik se jó. Hát ez a trónok harca azért csak másabb volt, mint a Walking Dead. Mármint olyan szinte, hogy tudod, ott azért megmaradt a tension az így egész megmaradt végig. Megmaradt. Meg azért most szerintem az utolsó évben is milyen durva dolgok voltak. Hát most az új Walking Dead is nem rossz. Ó, igen, csigáz még. Ez az. Alig van, hú, nem rossz, már nem rossz. Na mindegy, azért a trónok harcában... De a trónok harcában azért végig volt feszültség, bazzek. Tehát az utolsó évben az nagyon baszú volt. Hát most mondd meg, bazd meg, mik voltak, kurva élet. Hát sok minden volt. Na, Walking Dead mi volt? Rick. Igen? Valamit tennünk kell. Fasza! Nagy fél éve, bazd meg! Most jöttél rá, be voltál káp... A gyerek elakadt a fába, ugye ti is látjátok? Ezt nem hiszem el. Na most van mákunk, látjátok, hogy milyen eszméletlen módon jön? Úgy, mint egy állat, ha? Nézd meg ezt a támadó ösztönt, Jani, mit szólsz? Ha? Hogy látod? Ez egy roham, amit csinál, érted? Egy roham, a világot elviszi! És kivőtt a staminája. Imádom az Instagram sztorikat. Komolyan, tényleg kéne csináljunk. Csináljunk már mi is egy ilyet. Komolyan kéne egy ilyen. Milyen? Ilyen Instagram sztori. Milyen Instagram sztori? Felkelünk is sminkeljük magunkat. Felveszünk egy női ruhát. Aztán elmegyünk shoppingolni egyet valami plázába. Ott is csinálunk fotót. Ott csak viccelek. Viccelek, na. Ez csak benne, csak vicc volt. Múlik a kávé, Jani.
tegnap. A NIR-t töltöttük éppen le, 45 giga az a szar, na mindegy, a PlayStation-re, Wi-Fi-n keresztül. Mondom, milyen ez lassú ez. Be kéne dugni. Nincs bedugva. Mondja ezt úgy, hogy ül az asztalán, és ott van mellette a 4 médi, 5 mi? 5 méter. Igen. Mondja ezt úgy, hogy a piros UTP kábel, így a billentyűzet mellett az 5 méteres UTP kábel itt van így az asztalon, így, és így néz rám, hogy nincs bedugva. Én meg így egyből kezdve, úristen, mi a fasz? Ez volt komoly. Hát én sírtam. Rögtön mondom, azok, ez addig szívta a kábelt, míg elfelejtette, hogy ez amúgy a PlayStation kábel, de mindegy. Jani. I'll fly. Nyugi. Mind a picar. Nyomj. Köszi, Anarki, mi is örülünk, hogy itt vagy. Oda nézél már, milyen vizes terület. Hagyd már abba a lövés, bazd meg! Hallott. Jani, itt megint bejön ránk a riadós kurva élet, azt akkor baszhatjuk. Szétültem egy helikopter. De miért? De messziről. Hát ellenséges helikopter volt. És szerinted ezzel teszel valami jót? Vagy kevesebb lesz a biztosításod, vagy mi? A Unidet patrol alertben lettünk. Kirőtte a Unidet bázist. De mi a fasznak? Ott egy másik helikopter. Ne lőd már a helikopterbe, az meg könyörgöm az égre, Jani. Valami van. Mi történik? Valamint négy a házban, nagyon jó! De szerinted miért suspect itt? Bedobsz egy gránátot, Jani, komolyan mondom, megőrülök. Biztos lehet benne. Benne menjél már, baszd meg! 100%-ig, hogy bedobom a gránát. Jani! Jani, ne! Ne csináld, Jani! Nem vettek még észre, ne menj be! Buk! Baszd meg, komolyan bementél! A faszom ki van! Baszd ki! Hogy meghaltak? Úristen! Honnan lehet? Szepentetem! Basz meg a fasz! Mit csinálsz? Te hozzon, bárja. Már a hang. Nekem tökre olyan. Jó, tudom, hogy ezt nem kellett volna megkérdeznem, de azért mondjátok már meg. Szerintem van valami, szerintem nem annyira. De igen, oké, vettem, köszi. Láttam a kurva anyját. Megbasszok. Legyél jó. Légy szíves. Most jó. Most jó. Na bassza meg. És hallod, látod ezt? Ez kész, srácok. Itt néztem, ugyanazon a beállításon van a webfem, csillogok, bazdmeg, itt csalabon tökkel, mondom, mi az Isten? Most így deactivate, activate, ugyanazok a beállításon, nem csillogok. Ez hülye, ez hülye, bazdmeg. Ez kurva jó. De ennél is, akkor itt nézem, mondom, bazdmeg, mondom, nézi, hogy milyen fény van, értitek? És van egy ilyen kör LED rajta, és olyan kibalanszolja, tudod, a színhőmérsékletet, hogy mindig tökéletesen lásd magad, és tökéletesen tudj magad sminkelni. Ez erre való. Iszonyat okos, érted? Most kérdezek egy meredeket, egy nagyon meredeket, Jani. Igen. Ezt magadnak vetted? Nem. Jó, mert csak ezt hagytad ki a sztoriból, bazd meg. Jó. Mert most konkrétan mindenki azt hiszi, hogy kifested magad. Nem magadnak. Úristen, bazd meg. Hagyjuk. Figyelj csak, nézz oda. 80. Valami szakot váltott miattam. Igen, a furcsa perverzióknak egy lényege az, mikor valaki azt mondja, hogy jaj, én szeretem a matekot. Amúgy a matek egy részét én is szerettem, csak a matek gondoskodik arról, hogy egy idő után, amikor így elérsz benne egy szintet, akkor így megbuzzan, és így, ezt is szereted? Nem, ez már fájott hátul, ott lent. Egyedül annyit mondanék én gyakorlatilag így tanácsként, hogy nyugodtan legyetek erélyesek. És remélem a Garnier. Én is remélem, a micellás vízzel. A micellás vízzel. De mit akarok mondani, legyetek nyugodtan erélyesek. Ők kerestek meg titeket, nem ti őket. Nyugodtan határozzátok meg a vonalakat, hogy ti mit vállaltok be. Tehát
a kiinduló pont ne az legyen, hogy ők adnak ennyi pénzt, és ti ennyit csináltok érte. Nem. A kiinduló pont az legyen, hogy ti erre vagytok hajlandóak, ez nekik mennyit ér. Ja, ja, ja. Tehát ne az alapján, tehát ne kurvuljatok el sok pénzért, hanem mondják meg, kérdezd meg őket, hogy mit akarnak. Te megmondod, hogy ebből te erre vagy hajlandó, és azért fogadj el bármit. Ne az alapján csinálj valamit, amit ők adnak. Akár egy $1,000,000. Igen.